Gyászszertartással, Románia gyulai főkonzuljának jelenlétével emlékeztek Hajdúböszörményben május 24-én a román hősökre. A külső hatházi utcán található emlékmű és sírkert minden évben helyet ad a megemlékezésnek. Florin Vasiloni, Románia főkonzuljának szavait követően Szűrés István alpolgármester mondott beszédet. A városvezető hangsúlyozta, Hajdúböszörmény fontosnak tartja a hősi halottakról való megemlékezést, legyenek azok akár katonák vagy civilek, vagy más nemzet hősei. Az emlékezés zárásaként Marius Butuniu, román szobrászművész alkotásánál a 4 méter magas márvány obeliszk talapzatán helyeztek el virágkoszorúkat a jelenlevők.